Július 11-én csütörtök, szép napot, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Niedermüller Péterrel, a DK oktatáspolitikusával kezdjük a reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap a pedagógus társadalom számára egy nagy nap, mert hogy végre kiderült, hogy hogy lesz béremelés és mennyi lesz. Én szerintem tegnap a pedagógus társadalom számára az derült ki, hogy a kormánynak sikerül ezen a végtelen hosszúságú és számtalan csavarból álló ügyön még egyet csavarni, sikerült megint kitalálni valami módszert, vagy valamiféle megoldást, amivel pontosan az ellenkezőjét teszik annak, amit korábban mondtak. Még mindig nincs rendesen szabályozva a béremelés, nincs rendes életpályamodell, nincs meg a minőségbiztosításnak a rendszere, szóval lényegében semmi nincs. De legalább elindul valami, nem? Tehát az is kérdéses volt, hogy szeptemberben azon túlmenőleg, hogy több lesz a követelmény a pedagógusokkal szemben, több lesz a munkaidő, több lesz a kötelező óraszám, azon túlmenőleg nem lesz semmi, hát lesz valami béremelés, nem is kicsi. Hát valamennyi béremelés nyilván 60%. Lesz. Valamennyi bére, ugye ha az átlagot nézzük, akkor 34%-ról van szó ebben a pillanatban. Egyrészt, másodszorban pedig azt ne felejtsük el, hogy közben például a túlóráért járt pénzek, azok már nem kerülnek kifizetésre. Megnő az óraszámterhelés, megnő a munkaidő. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt igen, valamennyivel többet fognak kapni a pedagógusok, ez teljesen nyilvánvaló, de én nem hiszem, hogy ez lenne az a nagy megoldás, amit a kormány már 2 vagy 3 éve folyamatosan mond. Ez az életpályamodell, ez ilyen módon nem tűnik úgy, hogy még ha jel-jel közzel is indul meg, de valami megoldást nyújt? Nézd, én személy szerint azt gondolom, és a demokratikus koalíció azt gondolja, hogy az életpályamodellre ebben a formájában semmiféle szükség nincs. Az életpályamodell ugyanúgy, mint hogy a magyar pedagógus kar semmi más célt nem szolgál, mint a pedagógusoknak az ellenőrzését, függő viszonyba, függőségi viszonyba való tartását, erre semmiféle fajta szükség nincs. Az is elképzelhető, hogy vannak pedagógusok, akik néhány évig valami más munkát folytatnak. Szóval én azt gondolom, hogy ez az egész úgy, ahogy van, kitalálatlan és szükségtelen. Azért vagy az ember zavarban ezzel, mert nyilván annak örülni kell, és a szakszervezetek is így nyilvánultak meg, hogy valami béremelés lesz. Ugye Galló Istvánné mondta, hogy hát az, hogy 30-40 ezer forint lesz a jó néhány tanár nettó bérnövekménye, az borzasztó jó dolog, és hát nagyon is rájuk fér. Másfelől meg például a pedagógusok minősítése, ami ennek a rendszernek az alapvető pillére lenne, hogy ki milyen kategóriába kerül, és annak megfelelően milyen szorzattal kapja a bérét, az meg lehet, hogy 15-16-ig is elhúzódik a mostani állapotok szerint. Tehát, hogy igazából nem is, ha, ahogy ön mondja, politikai függőségben, de gazdasági függésben mindenképp lesznek a pedagógusok a következő időszakban. Erre utaltam az előbb. Hát természetesen ma olyan helyzet van, olyan gazdasági helyzet van ebben az országban, hogy az ember annak is örül, ha 3000 forinttal nő a fizetése. Nem erről van szó, hanem arról van szó, amire az előbb ön is utalt, és én is utaltam, hogy például az előrelépésnek, a kategóriák közötti váltásnak nincsen semmiféle fajta szabályrendszere, és ugyanakkor arról se feledkezzünk el, hogy ugye a pedagógusok fölött most már legalább egy éve ott lebeg Damoklesz kardjaként az elbocsátásoknak a réme. Nem lehet tudni, hogy milyen átszervezéseket indít meg a klik. Nem lehet tudni, hogy nem arra gondol-e a kormányzat, hogy na majd az elbocsájtandó pedagógusoknak a béréből fogja pótolni a mostani béremelést. Szóval azt gondolom, hogy ez az egész rendszer úgy, ahogy van, rossz, és igen, igaza van, nyilván örülni fognak azok a pedagógusok, akik néhány ezer forinttal többet visznek haza a hónap végén, de ettől maga a rendszer nem lesz semmivel sem jobb. Na váltsunk egy éleset, mert én nézegettem, hogy mit írt a Facebookon, és hát azt látom, hogy elég ideges napjai vannak. Tehát ugye egyfelől kommentálta Polt Péter véleményét arról, hogy ami most már ugye nem csak véleménye, hanem hivatalos is, hogy Gaudi Nagy Tamás nem követett el bűncselekményt a holokauszt tagadás kapcsán. Ezt miért érezte úgy, hogy mindenképp kommentálnia kell nyilvánosan? Nézd, először is azt gondolom, hogy az, ami Magyarországon a parlamentben az antiszemitizmus, a holokauszt tagadás körül történik, az egy európai botrány. És kezdjük lassan megszokni, már nem is reagálunk rá. Az első alkalommal még volt nagy fölhördülés, az x-edik alkalommal már nincs lényegében semmiféle fölhördülés. Ezt, ami Magyarországon a Jobbik a parlamentben csinál, a Fidesz a kormánypártnak a hallgatólagos támogatásával, ez Európában sehol nem elfogadható. És azt gondolom, hogy mindenkinek, magánemberként, politikusként is alapvető erkölcsi kötelesség, hogy fölhívja erre. Na, de akkor a
az hogy van? Ugye erre jogszabályok vannak Magyarországon is, amik bizonyos dolgokat egyértelműen szabályoznak és tiltanak. Másfelől pedig a jogajelek szerint megengedheti magának, hogy engedékeny legyen, és azt mondja, hogy nem is olyan fontos ez. Legalábbis hát Polt Péter mondataiból ez derül ki. A legfőbb ügyész azt mondta, hogy nem történt bűncselekmény. Ez a legfőbb ügyész, azt kell mondanom, mindig azt mondja, ami a kormánypártnak az érdeke. Elfogadhatatlan az a ítélkezési vagy bírálkozási gyakorlat, amit Paul Péter és a legfőbb ügyészség folytat. Mindig minden ügyben a kormánypárt szája íze szerint döntenek, és nem azt nézik, hogy mik az európai normák, nem azt nézik, hogy mi lenne ennek az országnak az alapvető érdeke, például egy ilyen ügyben. Nem a Facebook oldaláról tudom, hanem a Magyar Nemzet írta meg a mai reggeli számában, hogy Vadai Ágnes ellen Hende Csaba honvédelmi miniszter feljelentést tett hűtlen kezelés miatt. Ha már a jogról beszélünk, akkor említsünk erről is egy mondatot. Ugye itt arról van szó, hogy még államtitkár korábban a honvédelmi minisztérium államtitkáraként volt saját honlapja, mint egyébként ez normális is, csak hogy nem a honvédelmi minisztérium informatikusaitól, hanem külső cégtől rendelte meg. Ez lenne a hűtlen kezelés. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy Vadai Ágnes semmiféle fajta törvényt, semmiféle szabályt, nem szegett meg, semmi törvénytelenséget nem követett el. Azt kell, hogy mondjam önnek, a Fidesz politikája ma már nem áll másból, mint a demokratikus ellenzék vezető politikusainak a levadászásából. Ebben a folyamatban a demokratikus koalíció vezetőire különös figyelmet fordítanak. Nem akarom felsorolni azt a töménytelen, vagy azt a számos próbálkozást, amivel Gyurcsány Ferencet próbálták lejáratni. Itt voltam önnél néhány hónappal ezelőtt, amikor valami hasonló témáról beszéltünk, épp Gyurcsány Ferenc kapcsán, és akkor is azt mondtam, minden egyes vezető politikus a demokratikus koalíciónak sorra fog kerülni, most Vadai Ágnesen van a sor, és ez a vád, ez a vádaskodás ugyanúgy össze fog omlani, ugyanúgy semmiféle alapja nincs, mint az összes többi korábbi vádaskodásnak. Vádaskodás, ha azt írja, hogy az LMP frakció létrejötte, és Siffer András ma megjelenő tényfentáró interjújomból, ugye részleteket már a neten lehetett tegnap olvasni, és ki is tört körülött a botrány. Szóval a kettő között egyenes az összefüggés. Hát ugye, ha megnézi azt a bizonyos bejegyzést, amire hivatkozik, hogy én nem azt írtam, hogy egyenes az összefüggés. Ugye senki hanem... nem olyan rossz indulatú, hogy azt képzeli? Így van. Írta. Így van, így. Senki nem olyan rossz indulatú. Én azt gondolom, hogy ez az interjú, amit majd el lehet olvasni a Heti Válaszban, azért fölvet néhány kérdést. Különösen abban az összefüggésben vett fel néhány kérdést, hogy az LMP-nek most mégiscsak lehet frakciója minden jel szerint a parlamentben. Én azt gondolom, hogy az LMP az elmúlt időszakban nagyon nyilvánvalóan számos kérdésben közeledett a kormány álláspontjához. Azt gondolom, hogy az LMP ma már nem ugyanaz a párt, mint amelyik megalakulásakor volt. Azt gondolom, hogy az LMP észrevette, hogy valami más irányba kell mozdulnia ahhoz, hogy politikai értelme. De ezzel azt is mondja, hogy Siffer Andrásnak az az állítása, hogy Bajnai Gordonék üzleti köreiből az LMP alakulásakor tettek számukra ajánlatot, erre szerint visszautasítható ajánlatot, az egy provokáció. Én nem tudom, hogy milyen ajánlatról van szó, és főleg azt nem értem, hogy miért ennyi évvel később hirtelen most derül ki, hogy volt egy ilyen ajánlat, és hogy erre azt kell nyilatkozni a Siffer Andrásnak, hogy majdnem hátas dobott. Szóval szeretném azért mondani, hogy ha ennek az ajánlatnak lett volna már korábban is valamiféle politikai jelentőség, akkor nyilvánvalóan az LMP-re már korábban is reagált volna. Nem tekintem véletlennek, hogy ez az interjú most jelenik meg. Mennyi mindenről beszélünk, pedig igazából nem is ezért hívtuk, hanem megjelent egy kutatás, és ugye ez meg a szűk szakterülete, a lakói elkülönítés, az iskolai szegregáció, illetve a szabad iskola választás összefüggéseiről, és az a meglepő állítás, számomra meglepő állítás fogalmazódik meg, hogy a legerőteljesebben éppen a szabad iskola választás erősíti az iskolai szegregációt, miközben az ember azt gondolna, hogy ez egy pozitív fejlemény volt hajdanában, egy jog, amit megkaptak a szülők. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is egy pozitív fejlemény valóban. Az igazi problémát az jelenti, hogy ugye a szabad iskola választásnak a nyomán a jobb körülmények között élő szülők, falvakban élő jobb körülmények között élő szülők is megengedhetik maguknak azt, hogy a gyerekeiket kivegyék abból az iskolából, ami ott helyben van, elvigyék máshova, meg tudják engedni maguknak azt, hogy
naponta akár autóztassák a gyerekeiket, és így azok, akiknek ezek a lehetőségek nincsenek megadva, ott maradnak egy leromló iskolában, egy leromló oktatási rendszerben, az oktatási rendszernek egy leromló részében. Én azt gondolom, hogy a szabad iskolaválasztásnak a rendszerét azt nagyon alaposan át kellene gondolni, és főleg azt kellene átgondolni, hogy ennek milyen összefüggése van a szegregációval, milyen intézkedések tehetők annak az érdekében, hogy a szegények, a cigány gyerekek ne maradjanak egyedül egy rossz, lepusztult iskolai. Na, hát ez csak korlátozással lehet, hiszen hogyha egyfelől jog, hogy elvigyem a gyerekemet valahova, és én azzal élek, azt, ha megtiltják nekem, az már egyfajta jogkorlátozás. Igen, de ugye elképzelhető például az, ugye, és erre egy másik kutatási jelentés is utalt, ami nem régen készült el a nemzeti felzárkóztatási stratégiával kapcsolatban, hogy ugye nagyon sokat lendítene és változtatna a helyzeten, ha például a szegény sorsú gyerekek, a cigány gyerekek is például erőteljesebben férjenek hozzá a korai fejlesztésnek a rendszeréhez. Ha részt tudnának abban venni, ha lenne egy olyan szociális gondoskodás, amelyik már a 2-3 éves gyerekek esetében megpróbálja kiküszöbölni a meglévő különbségeket. Azaz, mire a gyerekek az iskolába kerülnek, nem lenne szükségszerű az a távolság, ami ma megvan nagyon sok esetben. És akkor mindjárt más lenne a szegregációnak is a helyzete. Gondolja, hogy nem azért viszik el a szülők a gyerekeket, mert egy olyan közösségbe akarják vinni, ahol éppen ezekkel a felzárkóztató gyerekekkel nem találkoznak? Biztos nagyon sok ilyen szülő van, biztos nagyon sok ilyen eset van természetesen. Azt gondolom, hogy igen, és különösen amit a jelenlegi kormányzat oktatáspolitikája javasol, az, hogy vidd el a gyerekedet, onnan vidd el egy egyházi iskolába, ott 4-szer annyi pénz van, ott sokkal jobb tanárok vannak, sokkal jobb eszközök vannak. Persze, de hát nekünk pontosan azt kell mondani, hogy a társadalmi szolidaritás többek között azt követelné meg, hogy segítsük azokat a csoportokat, azokat a családokat, azokat a gyerekeket, akinek szüksége van arra, hogy kvázi befogadja őket az iskola és az iskola rendszer. Szóval én azt gondolom, hogy nyilván nagyon sokféle ok és nagyon sokféle példa van, éppen ezért nem hiszem, hogy van rá valami általános megoldás. Nem gondolom, hogy változtatni kéne a szabad iskola változtatás rendszerén, de mindenféleképpen el kell gondolkodni, hogy hogyan tudjuk mérsékelni ennek a szegregáció irányába történő hatását. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm szépen.